Kocsi utcai otthonukban gyűltek össze ma a Sorstársak klub tagjai, a rendkívüli értekezleten több fontos témát is felvetettek a résztvevők a jövőt illetően. A szervezetnél rendszeresek a havi klubfoglalkozások, kulturális műsorokon vesznek részt, kirándulásokat szerveznek, és akár egy család a jeles napokról, ünnepekről is megemlékeznek. A klub néhány területen bővíteni is szeretné tevékenységét, a polgármesterrel történt találkozón ennek lehetőségeiről is szó esett. Minden hónap első hétfőjén aktuális klubdélutánjaink vannak, azon megszokott programok mindig a havi eseményekről szólnak. Most úgy gondoltuk, hogy ebbe az évbe egy kicsit kibővítjük, talán egy hónapba kétszer is sikerül összehozni a klubtagokat egy kis együttlétre, beszélgetésre, vagy valamilyen program végrehajtására. Mindenki nagyon kritikus a mai világban, és sokan mondják el a véleményüket, főleg arról, amiben nincsenek is benne, és nem látják, hogy az micsoda kemény munka egy ilyet létrehozni. Ezért én különösen is nagy tisztelettel vagyok azok civil szervezetek irányába, akiket senki nem kényszerített rá, senki nem verte oda, senki nem kötelezte őket, hogy oda kell nekik menni, és mégiscsak összejönnek, és mégiscsak tudják egymást szeretni, mégiscsak elviselik egymást, mégiscsak valamit létrehoznak itt a városban, építkeznek, ami nem biztos, hogy fizikai építkezést jelent, hanem egy olyan közösségépítést, amely megerősítheti őket abban, hogy van értelme az ő életüknek is egyenként. És én ezt díjazom a legjobban ezekbe a közösségekbe, ezért, ha csak tehetem, időről időre igyekszem eljutni hozzájuk, és arról beszélni egy kicsit, hogy ők milyen pontot foglalhatnak el a városba, hol van még lehetőség nekik tovább lépésre, vagy mibe kapcsolódhatnak még be, mi mindent készítünk nekik is, miből hogy tudnak majd ők is részesülni. Ugye most több olyan programunk is van, amelyben szoftos dolgokra is, humán területre is nyertünk el támogatást, ezekbe hogyan tudnak bekapcsolódni, és hát a város milyen fejlesztésekkel készül az idei esztendőre. Ugye azt mondtuk, hogy 2018 tatán az építkezések a város feltúrásának az éve, ennek rengeteg kellemetlen része lesz, de nagyon-nagyon sok örömünk lesz benne, egészen biztos vagyok benne, főleg mikor minden elkészül.